Áldás békesség, sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek benneteket a mai Gyerekisten tiszteleten. Talán emlékeztek, én Tamás bácsi vagyok, és hát két héttel ezelőtt még nem gondoltam, hogy ez a mai Isten tisztelet így a képernyőkön keresztül fog majd megvalósulni. Remélem azért így is el tud jutni hozzátok Isten igéje. Nem csak remélem, hiszem is, hiszen Szent Lelke által mindannyiunkban dolgozik. Énekeljük is el azt a dalt, ami a Szentlélekről szól, Jöjj Szentlélek, szállj le ránk! Most gyertek, csendesedjünk el, kulcsoljuk össze a kezünket, és imádkozzunk. Jó Atyánk, Istenünk, Te taníts bennünket, Jézus Krisztus útján vezesd a lelkünket. Szent Lelked ereje növelje hitünket. Amen. Most pedig énekeljük el azt a dalt, amit a múlt alkalommal Misi bácsi tanított nektek. Szól, mennydörgő hangját a sereg hallja jól. Itt a sereg, az Úr szava szól, mennydörgő hangját a sereg hallja jól. Az Úr a fővezérünk, itt küzdő mellettünk. Az Úr a fővezérünk, itt küzdő mellettünk. Kürtöt a Sion hegyén, álljatok résen a Sion falán, fújjatok kürtöt a Sion hegyén, szüntelen nézzetek rám. Fújjatok kürtöt a Sion hegyén, álljatok résen a Sion falán, fújjatok kürtöt a Sion hegyén, szüntelen nézzetek rám. Azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy hogy álltok az engedelmességgel? Mit gondoltok, ez egy hasznos dolog? Ha anya vagy apa megkér, hogy segítsetek valamiben, szívesen engedelmeskedtek nekik? Ha véletlenül más csinálnátok és nemet mondtok, akkor a lelkiismeretetek utána piszkál benneteket? És keresitek a lehetőséget arra, hogy örömet szerezzetek? Szolgáljatok otthon anyának, apának vagy más embereknek? A mai történetünk erről fog szólni. Isten igéjét olvasom nektek a Bibliából, az apostolok cselekedeteiről írott könyvből, a 16. fejezet 6. versétől a 15. versig. A történetünket megelőzően Pál apostol Lisztrába érkezik, ahol magához veszi Timóteust,
akivel aztán útra kell. Végig látogatják a környező városkákat, falvakat, ott a gyülekezeteknek a jeruzsálemi apostolok és vének parancsait elviszik. Ezek nagyon hívő gyülekezetek voltak, és azt írja az ige, hogy sokasodtak létszámban. Azután átmentek Frígia és Galícia földjén, mivel a Szentlélek nem engedte nekik, hogy hirdessék az igét Ázsiában. Amikor Mízia felé mentek, Bitíniába próbáltak eljutni, de Jézus lelke nem engedte őket. Erre Mízián áthaladva lementek Troászba. Egy éjjel látomás jelent meg Pálnak. Egy macedón férfi állt előtte, és ezekkel a szavakkal kérlelte őt. Jöjj át Macedóniába, légy segítségünkre! A látomás után nyomban igyekeztünk elmenni Macedóniába, mert megértettük, oda hívott minket az Isten, hogy hirdessük nekik az evangéliumot. Elhajóztunk tehát Troászból, egyenesen Szamotrákéba mentünk, másnap meg Neápoliszba, onnan pedig Filippibe, amely Macedónia vidékének első városa, római település volt. Néhány napot ebben a városban töltöttünk. Szombaton kimentünk a városkapun kívülre, egy folyó mellé, ahol tudomásunk szerint imádkozni szoktak. Leültünk és szóltunk az egybegyűlt asszonyokhoz. Hallgatott minket egy Lídia nevű istenfélő asszony, egy Tiatírából való bíborárus is, akinek az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. Amikor pedig házanépével együtt megkeresztelkedett, azt kérte, ha úgy látjátok, hogy az Úr híve vagyok, jöjjetek, szálljatok meg a házamban, és kérlelt bennünket. A mai ige szakaszunk az engedelmességről szól. Pál mindvégig engedelmes a Szentlélek akaratának, indításának, pedig hosszú és nem veszélytelen utat kellett megtennie. Gondoljatok csak bele, ebben az időben hetekig tarthatott az az út, amit itt leír a Biblia. És közlekedési eszköz pedig legfeljebb csak a szamár háta volt. Van, hogy csak ráérez, mit kell tennie, van, hogy konkrét kijelentést kap, mint ott álmában. A Szentlélek mindent előkészít, az események sínen vannak. Amikor odaérnek Filippibe, azoknak az embereknek a szívében, akiket az Úr meg akar hívni az ő közösségére, már mindent előkészített a Szentlélek. Ugyanígy engedelmeskedtek az Ószövetség embere is, például a Szent Sátor építésénél. Volt, aki a vagyonából adatkozott, volt, aki pedig a saját erejét, a szakmáját hasznosította a sátor építésénél. Ezt az engedelmességet tagadtuk meg a bűnbeeséskor, és ezért volt szükség arra, hogy Jézus ennek következményeként a kijáró büntetést elszenvedje helyettünk. Aki ebben hisz, jutalmat kap. Örökre Istennel élhet, és hálás szívvel keresi a szeretet viszonzásának lehetőségét. Engedelmeskedik és szolgál. Követi Jézust. Hiszen Jézus nem csak meghalt, hanem fel is támadt harmadnap, és ő volt az, aki megígérte a Szent Lelket, a vigasztalót, aki manapság is segít bennünket, ha hisszük, hogy megteszi. A mesék is tanítanak benneteket. Van, amelyik az engedelmességről és a méltó jutalmáról. Hallgassátok meg most Hulle anyó történetét. Élt egyszer egy özvegyasszony, annak volt két lánya, az egyik szép és szorgos, a másik csúnya és lusta. Az özvegy sokkal jobban szerette a csúnya lustát, mert az az édes lánya volt. Minden munkát a másiknak kellett végeznie, az volt a hamupipőke a házban. Ott ült szegény napestig a kút mellett az úton, és font, egyre font, míg csak a vér ki nem serkent az ujjából. Egyszer aztán úgy megvágta az ujját a szál, hogy az orsó is csupa vér lett tőle. Le akarta mosni a kútnál, de az orsó kicsusszant a kezéből, és beleesett a vízbe. A lány sírva fakadt, hazaszaladt a mostohájához, s elpanaszolta neki, mi történt. Az meg, ahelyett, hogy megszánta volna, kegyetlenül ráripakodott. Ha beleejtetted, szedd is ki belőle!
Szegény lány visszament a kúthoz, nem tudta, mit évő legyen. Félelmében végül is az orsó után ugrott. Elvesztette eszméletét, és amikor aztán magához tért, egy szép, virágos mezőn találta magát. Elindult, ment, mendegélt, egyszer csak egy kemencéhez ért. A kemence tele volt kenyérrel, s a kenyerek azt kiabálták, húzz ki hamar, mert megégek, már régen kisültem. A lány nekilátott, és szép sorjában mind kiszedte őket a lapáttal. Aztán tovább ment. Ment, mendegélt, míg egy almafához nem ért. A fa tele volt almával, és azt kiabálta. Rázd meg, minden almám megérett már. A lány megrázta a fát, hogy csak úgy hullott a sok alma, mint a zápor. Addig rázta, míg az utolsó szem is le nem hullott róla. Akkor az egészet szépen kupacba rakta, és tovább indult. Ment, mendegélt, végre egy házikóhoz ért. A házikóból egy anyóka kukucskált ki barátságosan, de olyan hosszú foga volt, hogy a lány megijedt, és el akart szaradni. Az öregasszony azonban utána kiáltott. Ne félj tőlem, kedves lányom! Maradj nálam! Ha minden munkát rendben elvégzel a háznál, jó sorod lesz. Csak arra vigyázz, hogy jól megvesd az ágyamat. Jól fölrázd a párnámat, hadd szálljon a pihéje. Olyankor hó fullik fönt a világban. Én vagyok, Holle anyó. Az öregasszony olyan szépen rábeszélte, hogy a lány végül is összeszedte a bátorságát, ráállt a dologra, és beszegődött hozzá. Mindent megtett a kedve szerint, az ágyát is mindig jól fölrázta, csak úgy szálltak a pihék, akár a hópelyhek. De jó dolga is volt ám az öregnél, soha egy rossz szót sem hallott, s ehetett, amennyi csak jól esett neki. Evett is eleinte jó étvágyjal, hanem aztán valahogy ízét veszítette a falat a szájában. Egyre kedvetlenebb, egyre szomorúbb lett. Eleinte maga sem tudta, mi leli, hanem utóbb ráeszmélt, hogy haza kívánkozik. Hiába ment itt ezerszer jobban a dolga, mint otthon, mégiscsak mindig ott járt a gondolata a messzi kis falusi házban. Végül aztán már nem bírta tovább, odaállt szépen Holle anyó elé, és azt mondta neki, elfogta a szívemet a honvágy, nem maradhatok tovább nálad. Tudom, százszor jobb sorom van itt, mégis azt mondja a szívem, vissza kell mennem az enyéimhez. Tetszik nekem, hogy hazavágyol, ebből is látszik, hogy derék, hűséges teremtés vagy. És amiért olyan becsülettel szolgáltál, én magam viszlek fel a fenti világba. Azzal kézen fogta, és egy nagy kapuhoz vezette. Innét már mehetsz magad is, ez a kapu egyenest a falutak határában nyílik. A kapu kitárult, s abban a pillanatban, ahogy a lány átlépett rajta, sűrű aranyeső hullott rá a magasból, és az arany mind ott ragadt a ruháján. Fény lett, csillogott az egész lány tetőtől talpig. Ez a fizetség a szorgalmadért. A két kapuszárny dördülve becsukódott, s lám a lány, amint körülnézett, ott találta magát a falujuk határában, nem messze az anyja házától. Gyorsan útnak eredt, sietett haza boldogan. Amikor utoljára élőben találkoztunk, akkor számon kértétek rajtam, hogy miért nem kézműveskedünk. Hát most adok egy kis feladatot. Legyetek szívesek, rajzoljátok le, hogy mi az, amiben legszívesebben segítetek anyának vagy apának. Ha készen van a rajz, akkor el is küldhetitek a gyülekezet e-mail címére vagy a Facebook oldalára, ehhez pedig kérjétek majd anya vagy apa segítségét. Gyertek, imádkozzunk! Szeretnék néhány szót elmondani
én magam, és a végén pedig majd az Úrtól kapott imádságot mondjuk el közösen, ami a mi atyánk. Mennyi atyánk, hálásan köszönjük neked ezt a mai lehetőséget a találkozásra. Köszönjük, hogy vágyat ébresztettél a szívünkben, és engedelmességre buzdítottál, amikor hívó szavadat hallhattuk. Magasztalunk, hogy annyira szeretsz bennünket, hogy életet akarsz adni nekünk. Köszönjük, hogy nem kell félnünk a büntetéstől, csupán annyi a dolgunk, hogy megvalljuk neked bűneinket, vétkeinket. Megvalljuk, Urunk, hogy sajnos előfordul, hogy nem vagyunk engedelmesek. Előfordul, hogy nemet mondunk akár a szüleinknek, akár más emberek kérésének, vagy akár a te kérésednek. Szeretnénk ezt minél kevesebbszer szándékosan tenni, viszont sokszor előfordulhat az is, hogy esetleg észesen vesszük ezt. Bocsáss meg nekünk ezért. Áldj meg bennünket, hogy hűséges és engedelmes, szerető gyermekeid lehessünk, és mindannyian szívesen szolgáljunk neked, és továbbadjuk az örömhírt az embereknek, hogy Jézus meghalt, feltámadt, és életet ad mindenkinek, aki hisz benne. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyeret add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigyél kísértésbe, és szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Most pedig énekeljük el a kürtökről szóló dalt, ahogy az elején Misi bácsival átismételtük, most pedig úgy, mint a múltkor, karaoke formátumban egy zenekar, az Azé zenekar kíséretével. Végezetül mondjuk el
a záró imádságunkat együtt. Köszönjük Istenünk, hogy itt voltál velünk, kérünk édesatyánk, vigyázz mindig ránk. Amen. Nagyon örülök, hogy együtt lehettünk, köszönöm, hogy itt voltatok, és jövő vasárnap visszavárunk benneteket. Isten áldása legyen veletek!